Képen országos nép- és családvédelmi alap, szó szerint. De valóban úgy van, hogy a mai korosztály már nem tudja. Ha úgy beszéltünk, hogy ha mi végigmegyünk az utcán, és megkérdeznék, vagy 10 embert, nem tudom hányan tudnák, hogy mi is ez. Pedig nem akármilyen programról van szó, mely csupán néhány évig működött hazánkban, és a háborús körülmények ellenére is igen jelentős eredményeket ért el a szegénysorsú sok gyermekes családok szociális gondjainak enyhítésében. Horthy Miklós és Cseleki Pál írta alá 1940. augusztusában, éppen 80 évvel ezelőtt, az ország és nép- és családvédelmi alap létrehozását, amely elsősorban azokat az embereket támogatja, akik rászorultak és arra érdemesek, tehát dolgoznak és nagycsaládosak. A működésnek köszönhetően 1941 és 43 között mintegy 12 ezer típustervek alapján készülő kislakást építettek a rászoruló családoknak az egész Nagy-Magyarország területén. Így természetesen ajánlásban is. Igaz, hogy nem ingyen, hanem 30 éves kamatmentes hitelre adták, de az otthont jelentő fedél mellett több ezer család jutott nagy kerthez, vagy kapott megélhetése biztosításához szükséges állatállományt és más szociális juttatást. A jászságból érinti ez árokszállás, apáté, kísér, ladány, jászberény és portelek. Mondjuk, mivel így ide tartozik portelek, így azért, tehát úgy látom, hogy a települések akkori erejükhöz képest építették és igénybe vették. Az Oncsa országos, illetve helyi szintű történetéről máig nem készült átfogó feldolgozás, pedig módszerei jó példaként szolgálhatnak mindenkorban a rászorultak segítésére. Ezért is hiánypótló munka dr. Suba Györgyné, Kocsis Julianna és dr. Suba György alkotópárosának éveket átívelő aprólékos, mindenre kiterjedő munkájának gyümölcse. A kötetben az Oncsa jászsági tevékenységét és eredményeit mutatják be korabeli források, sajtóanyagok és visszaemlékezések szakszerű felhasználásával. A könyv 2020. októberében jelenik meg 130 oldal terjedelemben, kedvezményesen előfizethető még augusztus végéig. Bőve felvilágosítást a szerzőnél a képernyőn látható elérhetőségeken szerezhet.